értékesítési gondok. Felhatalmazták a képviselők a közgyűlés elnökét arra, hogy az illetékes kormányzati szervekkel együtt célzott segítséget nyújtsanak a szabolcsi megytermelő gazdáknak. Határmenti fejlesztés, út épült Zajta és Nagypeleske között. A magyar-román határt azonban csak egy napra tudták megnyitni, hiszen Románia még nem csatlakozott a schengeni övezethez. Semmelweis napi ünnepség, kitüntetéseket, főorvosi és adjunktusi kinevezéseket adtak át a magyar egészségügy legnagyobb ünnepén a megyeházán. Határozatba foglalta a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei közgyűlés, hogy felhatalmazza a közgyűlés elnökét arra, az illetékes kormányzati szervekkel együtt célzott segítséget nyújtsanak a szabolcsi megytermelő gazdáknak az idei termés értékesítéséhez. A Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! Jelenleg a termelők a tészeken keresztül 100 forintért tudják értékesíteni az ipari medgyet, ez alatt az ár alatt már az önköltség sem térül meg. A testület a megyei rendőrfőkapitányság beszámolóját is elfogadta, amely szerint 15%-kal csökkent a regisztrált bűncselekmények száma a megyében. A képviselők továbbá megszavazták úszillést a Kölcsei Televízió ügyvezetőjévé újabb 5 évre. Nem adják a medgyet, a termesztési önköltségi ár, azaz 100 forint alatt a szabolcsi gazdák. Több képviselő feltette a kérdést, milyen segítségre számíthatnak idén a termelők az értékesítésben. 50-60-70 forintot ajánlanak a megye különböző településein a konzervmegy felvásárlási áraként, amit ők nem tudnak elfogadni, hiszen ezzel nem terül meg nekik a ráforítás, az önköltség alatt kéne értékesíteniük. Mi azt reméljük, hogy a mostani beavatkozás az meghozza annak a megoldását, hogy a jövőben már szervezettel lép Hessenek fel a kistermelők is, hogy szerződéses fegyelmet tartsanak be, és ebben ezt a két feltétel teljesítése után viszont megfelelő árat fognak kapni a termékükért. A testület határozatot fogadott el arról, hogy a megyei közgyűlés elnökét felhatalmazzák arra, hogy célzott segítséget kérjen a gazdák számára a kormányzati szervektől. Olyan állami eszközöknek az igénybevétele, ami akár árkiegészítést is jelenthet, piacszerzést jelent, ugyanakkor viszont kedvező hírek is érkeztek a megy frontról, hogy talán olyan vevők is megjelentek a megy piacon, akik magasabb árat is adnak a termékért. Itt nagyon fontos lenne a termelőknek az összefogása is, akár már most is, tehát hogy a néhány tucat fát vagy néhány száz vasállományt maguknak kéne tudó termelők is összefogjanak és közösen próbáljanak az értékesítésben lépni. Egy év alatt 15%-kal csökkent a regisztrált bűncselekmények száma Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. A közterületen elkövetett jogsértések száma 25%-kal volt kevesebb. A gépjármű feltörések és a rablások száma viszont növekedett, ahogyan a közúti halállal végződő balesetek száma is. Egyszerű kérdést tettem fel, hogy mikor fog ugye létrejönni és elindulni az M49-es gyorsforgalmi elkerülő. Azért lenne ez fontos legfőképpen Szatmár régióban, mert ott egy speciális kritikus helyzet alakult ki. Legfőképpen a különböző balesetek miatt a Keskeny utcakasz, a különböző nyomvájatok véget is. Ami érdekes kérdés feltehető volt még, hogy ugye 2014-re, 17-re, majd 2020-ra próbálták ezt különböző szakaszokban elérni, hogy ugye ez létrejön. Amiért fontos lenne ez legfőképpen az ott lévőknek az ingatlanjákban károk jöttek létre. 2015-ben Szabolcs-Szatmár-Bereg megye közútjain 55 kilométernyi burkolat felújítást terveznek állami forrásból. Kisléta Mária Pócs és az M3-os közötti útszakasznak a felújítására vonatkozott a módosítóindítvány, hiszen tárgyaltuk napi venden belül a közút kezelője, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei közút kezelő az adott egy tájékoztatást, és a tájékoztatásban belül úgy beszéltük meg itt a Fidesz frakcióval, itt a közgyűlésben, hogy akkor azokkal az utakkal, amelyekkel gondba és probléma van, és többek között a módosítás a frakción belülről érkezett, és azt beszéltük meg, hogy akkor ezt módosító indítványként az eredeti határozat tervezetbe akkor befogadnánk. Napirendek előtti felszólalásában Helmeci László kifogásolta az MLS döntését és sajnálja, hogy a Nyíregyháza Spartacus lekerült az NB3-ba. Nálunk ez egy tragédia, hogy ez történt. Ez kifoghatna az utánpótlásra, szétszélelt a csapat. Nagyon komoly összegeket fordított erre a tulajdonos Révész Bálint, a város és a városlakók pénzéből, és egy olyan érvénytelennek tűnő szerződés miatt van kizárva tulajdonképpen a Nyíregyháza az NB1-ből, amit, hogy mondjam, tulajdonképpen nem indokol semmi, egy néhány, legyen 10 milliós az az összeg, amiről szó van,
Ezért én azt hiszem, hogy nem kellene kizárni ezt a csapatot az NB1-ből. Gazdasági működését stabilizálta, egy jó szakmai műhelyt hozott létre a Kölcsei Televízióban Úsz Illés, hangzott el a közgyűlésen, akit a következő 5 évre választott meg a testület a megyei televízió ügyvezetői posztjára. Átadták a Zajta és Nagypeleske közötti uniós forrásból épült útszakaszt. A magyar-román határt azonban csak egy napra tudták megnyitni, hiszen Románia még nem csatlakozott a schengeni övezethez, ami megkönnyíti a határok átjárhatóságát. A csaknem 7 km hosszú út azonban a közeljövőben fontos szerepet tölthet be. A határon átnyúló útszakasz közel 10 év gyümölcse, emlékezett az útátadón Tilki Attila. A térség országgyűlési képviselője kiemelte, a határmenti családoknak lelki megkönnyebbülést jelenthet az út, ám gazdasági szempontból is fontos szerepet tölthet majd be. Amikor úgy döntöttünk, hogy 2 szakasz az északi, nevezzük így, északi határszakaszon lesz, ez most a szatmári szemszögből nézve, akkor volt egy ilyen szándékunk, hogy itt a magyar települések esetlegesen szatmárnémetibe is járhatnak dolgozni, hiszen 10 kilométerre van szatmárnémeti, ami akkor még talán tűnhetett irreálisnak, most viszont már nem is annyira az, hiszen éppen a fehérgyalmati térségben jelent meg nem is olyan régen, egy hónappal ezelőtt egy munkát szervező cég szatmárnémetiből, hiszen a határ másik oldalán már nem talált elegendő szakképzett munkaerőt. A csaknem 7 km hosszú út azonban a közeljövőben fontos szerepet tölthet be, hiszen Zajta határából indul, majd eléri Nagypeleskét, és az attól néhány kilométerre lévő Lázáriban ér véget. Sajnos még a schengeni határok átjárhatatlansága miatt, amit még Románia szenved, illetve az erdélyi magyarok, partszimi magyarok szenvednek, miatt ez még hát csak fizikai valójában van itt, de reméljük, hogy több határnyitással, és hát inkább előbb, mint utóbb a schengeni határok megnyitásával is, ez az út immáron éjjel-nappal, bármikor, bárki számára szabadon átjárható lesz. Ez jelenti számomra a legfontosabb üzenetként a magyar-román együttműködési program, illetve ezeket a projekteket tartom a legfontosabbnak a magyar-román együttműködési programból. A gazdasági társadalmi szempontból is fontos útszakasz összesen mintegy 470 millió forintból épült meg. Itt az a lényeg, hogy 2 zsák településnek az élete teljesen megváltozna, más gazdasági vetülete lenne, más társadalmi vetülete ennek az egész térségnek, hogyha egyszer valóban működőképes is lesz ez az út. Ez most már nem rajtunk múlik. Ez egy nagy európai szintű döntés, hogyha a schengeni határra válik ez az útszakasz, akkor szerintem érdemes 2 év múlva majd visszajönni és végignézni a házakon, végignézni a turista ösvényeken és mindenen, ami érték ezekben a térségekben. Az útavatás alkalmából ideiglenesen megnyitották a magyar-román államhatárt, az átkelőt szombat éjfélig használhatták az utazók. Kitüntetéseket, főorvosi és adjunktusi kinevezéseket adtak át a magyar egészségügy legnagyobb ünnepén, a Semmelweis napon a Megyeházán. A világszerte ismert magyar orvos, az anyák megmentője Semmelweis Ignác születésének napján azokat az orvosokat, ápolókat és dolgozókat ismerik el, akiknek munkájára a szakma és a betegek is felfigyeltek. Megállni egy percre és észrevenni azoknak a dolgozóknak az áldozatos munkáját, akik odaadással, szakmai alázattal végzik hivatásukat, mondta a kórházak főigazgatója az ünnepségen, aki megköszönte kollégái munkáját. Ezen a pályán csak elhivatottsággal, kitartással, hittel lehet dolgozni és jó szakmai színvonalat nyújtani. Dr. Adorján Gusztáv kitért arra, hogy ebben a megyében példaértékű kórházfejlesztés zajlik, ami hozzájárul ahhoz, hogy jobb körülmények között történjen a beteg ellátása. A bérek további rendezésére viszont szükség van, hiszen csak így lehet vonzó a fiatalok számára itthon a szakma. Egy lassú folyamat azért elindult most már az elmúlt évek bérkompenzációi kapcsán, illetve most is a bizonyos pótlékok alapbéresítésével kapcsolatos ígéret, ami most elhangzott néhány nappal ezelőtt a rádióba és a sajtóba. Azt gondolom, ezek már azt jelentik, hogy az a fajta életpályamodell, hogy érdemes legyen Magyarországon, érdemes legyen itt maradni, gyógyítani, az már ezt jelenti. Természetesen mi az intézményünkben is, tehát a kórházonban is gondolkodunk azokon a lehetőségeken, hogy hogyan tudunk pályakezdőket itt tartani.
Az ünnepségen 30-an kitüntetést, 80 főorvosi, 18-an adjunktusi kinevezést kaptak. A gyógyító munka szép, felelősségteljes szakma, ám nehéz is, ezért még inkább dicséretes, ha abban valaki kitartóan és hosszú ideig dolgozik, nem riad vissza a kihívásoktól. 1989. október 1-től kezdtem el dolgozni a Jós András Kórházban, azóta folyamatosan itt vagyok, folyamatosan a 3-as számú belgyógyászaton, amelynek a kardiológia profilja akkoriban már megvolt, és ez a mondjuk most már lassan szintiszta kardiológia osztály az, ami fejlődött az elmúlt 25 év folyamán, részben a kórház segítségével, részben mondhatom a saját ambíciónkból, részben a nemzetközi trendeket követve. Az ünnepségen a megyei közgyűlés elnöke is megköszönte az orvosok, ápolók és az egészségügyi dolgozók munkáját, aki szerint ezt a hivatást csak személyes elkötelezettséggel lehet végezni. Elhangzott az is, hogy az egészségügyi szférában a kórházak, intézmények korszerűsítése elengedhetetlen. A Máté-Szalkai Kórház struktúra pályázata szépen halad, és a Nyíregyházi Sürgősségi Centrum fejlesztése is hamarosan befejeződik. Tiszavasváriba érkezett a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei értékek tárának vándorkiállítása. A tárlatot hamarosan láthatják, előtte nézzük a híradó további témáit. 20 örökzöld illésláger csendült fel tegnap este a nyíregyházi szabadtéri színpadon. A Tiéd a világ című zenés társasjátékban Bródi János mellett fellépett Feke Pál, Nagy Sándor, Sebán Attila és Vastag Tamás is. A produkció az 50 esztendős Illés együttes tevékenysége előtt tiszteleg. Hétfőtől már napi 2 edzéssel készül az NB2-es bajnokságra a Kisvárda Mastergood. A játékos keret nem végleges, lesznek még érkezők és távozók is. Tiszavasváriba érkezett a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei értékek tárának vándorkiállítása. A település polgármestere a megnyitón kiemelte, aktualitása is van a tárlatnak, hiszen idén alakult meg a Tiszavasvári Értéktári Bizottság. Fő feladatuk, hogy a város értékeit felkutassák. Több mint 2 évvel ezelőtt az országban elsők között Szabolcs-Szatmár-Beregben is megalakult a Megyei Értéktár Bizottság, amelynek feladata a térség értékeinek felkutatása, védelme és megőrzése. Körülbelül 30 település döntött már úgy, hogy a helyi értéktárakat kialakítják. Az lenne a jó, hogyha a megye összes településén létrejönnének ezek a helyi értéktárak, elvégeznék a helyi közösségek azokat az értékfeltáró munkákat, amikkel számba vehetik a saját értékeiket, hiszen az érték teremtés, az érték őrzés az egyfajta gazdasági alapot is jelenthet egy-egy településnek, hogyha csak a Szatmári Széva Lekvára gondolunk, ami ma már Hungarikum, és a megyei értéktárban is bent van. Azt gondolom, hogy ez munkahelyteremtő értékként is jelen lehet a szatmári településeken. Többek között Nyíregyháza és Ajak után most Tiszavasváriban látható a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei értékek tárának vándorkiállítása. A település polgármestere a megnyitón kiemelte, aktualitása is van a tárlatnak, hiszen idén alakult meg a Tiszavasvári Értéktári Bizottság. Fő feladatuk, hogy a következő hónapokban felkutassák a város értékeit. A kiállítás irányt, ötletet adhat a kutatási munkálatokban résztvevőknek. Mi úgy terveztük az idei évben, hogy egy 7-8 olyan fontosabb kulturális, művészeti, gasztronómiai értéket próbálunk felvetetni először a helyi értéktárunkba, amelyet majd a későbbiekben, talán már a jövő évben a megyei értéktárhoz is fel tudnánk terjeszteni. Most a teljességigénye nélkül, ha azt mondom, hogy Kabai János volt az a személy, aki a gyógyszerészetnek az egyik úttörője, forradalmára volt, én úgy gondolom, hogy Tiszavasváriról nagyon sok mindenkinek eszébe juthat Kabai János, és az ő életpályája jelenthetné az első olyan apropót, vagy az első olyan értéket, amely nem csak a mi helyi értéktárunkban, hanem akár a megyei értéktárban is szerepel. Kabai Jánosról, munkásságáról már most külön kiállítást tekinthető meg a helyi múzeumban, ahol jelenleg egy veterán motorokról szóló időszaki kiállítás is várja az érdeklődőket. 20 örökzöld illésláger csendült fel tegnap este a nyíregyházi szabadtéri színpadon. A Tiéd a világ című zenés társasjátékban Bródi János mellett fellépett Feke Pál, Nagy Sándor, Sebán Attila és Vastag Tamás is. A produkció az 50 esztendős Illés együttes tevékenység előtt tiszteleg. Ne gondold, ó, ne, hogy tiéd a
hozzád. 50 éve jött létre az a zenei formáció, amely azóta is meghatározó a hazai könnyűzenei életben. Az Illés együttes minden dalas láger lett, minden házi buli elengedhetetlen tartozéka és fénypontja volt, és gyakran ma is az, ha felkerül egy lemezük. A Szente Vajk és Rosta Mária által megálmodott produkció egy lakásavató története, ahol a dalok nem teremtenek saját szituációt. Az előadás a négy barát, a házigazda Nagy Sándor és a vendégek Feke Pál, Serbán Attila és Vastag Tamás történeteiből állt össze. A dalok Illés dalokként hangzanak el, és ez is egy kicsit könnyíti a Levente és a János, Szörény Levente és Brodi János azt mondták a bemutató után, hogy ettől ők nagyon boldogok, hogy semmiféle politikai színezetet nem kapott, vagy valami olyan durva mély értelmet, amit ők akkor nem gondoltak bele, hanem ezek önmagában a fiatalságról szólnak, vagy arról a dinamizmusról, amiről az Illés dalok 50 évvel ezelőtt és azóta is szólnak. Az előadásban Brodi János is színpadra lép, aki meglepetés vendégként érkezik a házavatóra. Nem volt olyan nagyon nagy meglepetés számomra, mert tudtam a tervekről, de aztán a darab sikere egészen váratlanul ért, mert hát nem gondoltam volna, hogy ezek a régi dalok még ennyire képesek egy ilyen vidám zenés társas játékot keretezni és ilyen jó hangulatot árasztani. Feke Pál, a darab egyik szereplője, több mint 10 éves barátságot ápol Szörényi Leventével, ezért is örül, hogy részese lehet az előadásnak. Nagyon nagy érzés ezeket a dalokat énekelni, és e köré Szente Vajk egy remek, igazán fergeteges és jó hangulatú előadást, szövegkönyvet írt. Tulajdonképpen magunkat játsszuk az előadásban, úgyhogy nagyon szeretjük ezt a produkciót, és mindig, amikor színpadra állunk vele, akkor remélem nem csak nekünk, hanem a nézőknek is egy felejthetetlen és nagyon jókedvűen, igazán szabad estét töltünk majd el együtt. Az interaktív zenés társas játékban 20 remek Illés láger hangzott el, amit a nézők a nyári házi bulikon bizonyára újra meghallgatnak majd. Hétfőtől már napi 2 edzéssel készül az NB2-es bajnokságra a Kisvárda Masztergúd. A játékos keret nem végleges, lesznek még érkezők és távozók is. Az új vezetőedző Sós Imre által irányított együttes szombaton 2 felkészülési meccset is játszik. A keret egyik fele Cigándon, a másik pedig Mezőkövesden lép majd pályára. A ráhangoló első hét után hétfőtől már napi 2 edzéssel készül az augusztus 1-én rajtoló NB2-es bajnokságra a kisvárdai futballcsapat. A játékos keret alaposan átalakult az elmúlt szezonhoz képest, mivel a külföldi futballisták foglalkoztatását anyagiak szankcionálja a szövetség, amely 3-20 év alatti futballista szerepeltetését is előírja. A légiósok ezért távoztak, és több fiatal is érkezett. Révész Attila szakmai igazgató jövőben a klubbal kapcsolatos stratégiai feladatokra fókuszál, így vezetőedzőként a legutóbb Siófokon dolgozó Sós Imre irányítja a jelenleg több mint 30 labdarúgó munkáját. Úgy gondolom, hogy sikerült posztra igazolni, minőségi játékosokat tudtunk idehozni. Nyilván az a mag, aki a bajnok csapatban volt, ők azért itt maradtak, hiszen nem eldobandó játékosokról beszélünk. Sajnos a Magyar Labdarúgó Szövetségnek a fiatalokra vonatkozó szabálya majd azért döntően be fogja folyásolni a keretnek a kialakítását, de én nagyon bízom benne, hogy egy ütőképes együttes sikerül kialakítani. Az NB3-as bajnoki cím megszerzésében kulcs szerepet játszó Erős Gábor maradt Kisvárdán. A rutinos futballista reményei szerint az érkezőkkel megerősített csapat a másodosztályban is megállja majd a helyét. Én bízom benne, hogy egy nagyon jó csapat lesz majd itt kialakulóban. Ez természetes, ez egy magasabb osztály, kellenek a jó játékosok, és ezt említettem, amikor a múltkor is beszéltünk, hogy mindenképpen azért meg kell erősíteni a csapatot, ugye sajnos a külföldi légiósaink ugye nem lehetnek velünk ebben a szezonban, úgyhogy én nagyon bízom, és hát ugye előre sok sikert kívánok az új szerzeményeknek. A kisvárdaiak szerdán egymás közötti edzőmeccsen nyitják meg a felkészülési mérkőzések sorát. Szombat délelőtt Cigándon, délután pedig Mezőkövesden lépnek pályára várdaiak. A folytatásban a Nyíregyháza Spartakusszal, a Putnokkal, a Balmazújvárossal, a Soroksárral, a Nyírbátorral, a Kazincbarcikával, a Debrecennel, a Szatmárnémetivel és a szlovákiai Bártfával is megmérkőzik majd Sós Imre együttese. Híradónk végén nézzük a legfontosabbakat még egyszer néhány mondatban.
Határozatba foglalta a Szabolcs-Szatmár Bereg megyei közgyűlés, hogy felhatalmazza a közgyűlés elnökét arra, az illetékes kormányzati szervekkel együtt célzott segítséget nyújtsanak a szabolcsi megytermelő gazdáknak az idei termés értékesítéséhez. A testület a megyei rendőrfőkapitányság beszámolóját is elfogadta, amely szerint 15%-kal csökkent a regisztrált bűncselekmények száma a megyében. A képviselők továbbá megszavazták Úszillést a Kölcsei Televízió ügyvezetőjévé újabb 5 évre. Átadták az Ajta és Nagypeleske közötti uniós forrásból épült útszakaszt. A magyar-román határt azonban csak egy napra tudták megnyitni, hiszen Románia nem csatlakozott még a schengeni övezethez, ami megkönnyíti a határok átjárhatóságát. A csaknem 7 km hosszú út azonban a közeljövőben fontos szerepet tölthet be. Kitüntetéseket, főorvosi és adjunktusi kinevezéseket adtak át a magyar egészségügy legnagyobb ünnepén, a Semmelweis napon a Megyeházán. A világszerte ismert magyar orvos, az anyák megmentője Semmelweis Ignác születésének napján azokat az orvosokat, ápolókat és dolgozókat ismerik el, akiknek munkájára a szakma és a betegek is felfigyeltek. A Kölcsei Televízió keddi hírműsorát látták. A legfrissebbekkel szerdán este jelentkezünk, híreinket addig is nyomon követhetik honlapunkon. Én munkatársaim nevében is köszönöm szépen a megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra! Holnap napos időre számíthatunk, időnként még nedvesebb, 1-2 fokkal melegebb levegő áramlik hazánk térségébe szerda estig. A nappali gomoly felhők éjszakára feloszlanak, kiderül az ég, csapadék nem lesz, reggelre általában 13 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben gomoly felhős, napos idő várható, csapadék nem valószínű, az északi szél helyenként megélénkül, délutánra 28 fokig emelkedik a hőmérséklet. Fronthatás nincsen térségünkben. Nagyon erős UVB-sugárzás várható, ezért a déli kora délutáni órákban nem ajánlott a napon tartózkodni. A hét közepétől többnyire száraz levegő lesz felettünk, itt csak kevés felhő zavarja napsütést, csapadéknak is kicsi az esélye, fokozatosan melegszik az idő. A hét végén, jövő hét elején pedig már nem csak száraz, de igen meleg is lesz a fölöttünk lévő levegő, emiatt kánikulára, forróságra számíthatunk.